Önök a Pécs TV-n napi hírműsorát látják, pont ma, január 11-én pénteken köszöntöm nézőinket. Médiatájékoztatót tartott ma a Városi Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Közalapítvány. Az önkormányzat és a legnagyobb szolgáltató cégek által alapított szervezet az időszerű feladatokról tájékoztatta a média képviselőit. Itt lesz velünk a PVVRT igazgatója Só László, aki stúdiónkban egészíti ki a helyszínen összegyűjtött információkat. Megváltozik a hazai non-profit szektort támogató amerikai alapítványok tevékenysége. Hogy mi módon, azt elmondja nekünk Ercsei Katalin, aki a Független Támogatók Fórumának képviseletében érkezik majd hozzánk. Országszerte nagy belpolitikai vihar övezi a státusztörvényt. Műsorunkban a munkaügyi tanács munkaadói és munkavállalói oldalának képviselője fejti ki véleményét a megállapodás várható hatásairól. Észrevételeikkel hívhatják üzenetrögzítős zöld számunkat, tudják 06 82 108 34-es, de az adás ideje alatt az 510 008-as és az 510 009-es telefonszámon is várjuk véleményüket. A Városi Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Közalapítvány fő céljai az energiafelhasználás hatékonyságának javítása, valamint ezzel párhuzamosan az ehhez kötődő szociális terhek és a környezetszennyezés csökkentése. A szervezet a tavalyi gyakorlatnak megfelelően ez év elején is megtartotta aktuális médiatájékoztatóját. Míg Pécsett 1998-ban pusztán néhány száz, mára több mint 20 ezer lakásban valósult meg a mérés szerinti fűtés elszámolás. A Városi Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Közalapítvány jóvoltából fűtés korszerűsítési célra 2001. december 31-ig 110 millió forint került átutalásra a lakóközösségek felé. Azon keresztül, hogy ezt korszerűsítjük, szolgáljuk a szolgáltatónak és a termelőnek is azon céljait, miszerint egy olyan rendszert kap, amelyikben a vásárlók egy komfortos, takarékoskodási lehetőséget is biztosító, és ilyen módon támogatottan olcsó is, olcsóbban megvalósítható rendszert kapnak, és a szolgáltató, valamint a termelő éppen azon keresztül, hogy egy elégedett vásárlót tudtunk megszerezni, biztosítottnak láthatja hosszú távon a piac megtartását és a fejlődését is. Pécsett 1962 óta van távhőszolgáltatás. Jelenleg a mintegy 30 ezer távfűtéses lakásból 20 ezerben már megtörtént a korszerűsítés. A prognózisunk szerint 26 ezer lesz a következő év szeptemberébe. Akkor még mindig van egy év gyakorlatilag a fűtés tekintve arra, hogy a maradék pár ezer, akkor ez már csak 5 ezeres nagyságrend, áttérhessen, korszerűsödhessen, úgyhogy a kötelező határidő 2003-ban már őt is hát ilyen technikai állapotban érhesse. Stúdiónk vendége Só László úr, a PVVRT igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hallottuk ezt a kifejezést, ami ebben az egész témakörben kulcsfontosságú, hogy az energiafelhasználás hatékonysága. Ezt a mindennapok gyakorlatában hogyan lehet lefordítani? Hát talán úgy, hogy csak annyi energiát használjunk fel, ami feltétlenül szükséges, mert emiatt csak ennyit kell fizetnünk, ilyen egyszerű megfogalmazás is létezik. Azt az imént hallottuk az adatot, hogy 30 ezer távfűtéses lakásból 20 ezerben már megtörtént ez a korszerűsítés. Ez mit jelent a valóságban? Valóságban ez azt jelenti, hogy a 2003-ra szükséges átállás ezekben a többségében társasházakban már biztosított, tehát a távfő törvénynek megfelelően 2003-tól már biztosított a mérés szerinti fűtésszámla elkészítése és fizetése. Pontosabban azt jelenti, hogy már megfelel ennek a követelménynek most, és a fennmaradó mintegy 10 000 lakásnak kell majd ezt a szintet elérni 2003-ra. Ez a bizonyos közalapítvány, ami ugye akkor jött létre, vagy azt követően nem sokkal, hogy ez a törvény megszületett, ez miben tud segíteni, mi a funkciója? Roppant egyszerű a dolog. A régi fűtésrendszerek egy része, nagy része nem felel meg technikailag annak a követelménynek, hogy mérhető legyen a fogyasztása. Elavult úgynevezett egycsöves fűtésrendszerek vannak, ahol ha például az egyik lakó elzárná, vagy
meghibásodik az egyik lakásban a vezetékrendszer, az egész épületben meghiúsul a fűtés. Magyarán nincs lehetőség arra, hogy külön-külön lakásonként ezt szabályozzák, vagy akár lakásonként fizessék a díjat. Tehát ezeket a rendszereket át kell alakítani. Mi magunk is beláttuk ezt annak idején, hiszen nagyon sok önkormányzati lakás is távfűtéses, hogy pusztán azt várni, hogy a lakók önerőből átalakítják összehangoltan az egész épület fűtését, ezt nem lehet elvárni, tehát valamilyen módon ehhez segítséget kell nyújtani, és egy az önként vállalt átalakítás sikere ez a mai állapot. Miben tudnak önök segítséget nyújtani? Pénztámogatásban? Ez a legegyszerűbb megközelítése, hiszen ezek az épületek, ezek a régi korszerűtlen fűtésrendszerek komoly tervező munkát igényelnek, komoly kivitelező munkát, és az alapítvány pályázatok formájában mindehhez segítséget tud nyújtani, természetesen pénzben is. Azt, hogy ebből a 30 ezres számból miért éppen az a 20 ezer tért át már eddig, az mivel indokolható? Mi múlik egyáltalán, hogy valaki ebbe belevág, egy társasház, vagy nem? Vagy még csak most fog? Hát éppen a mai kuratóriumi ülésen is foglalkoztunk azzal, hogy mi lehet az anyagi vagy lélektani háttere annak, hogy melyik ház pályázott erre, melyik nem. Hiszen mi magunk tudjuk, hogy melyik volt az a 6000 lakás, amelynek egyöntetűen elsőként jelentkezni kellett volna, hiszen a legkorszerűtlenebb a rendszer. De mégsem így történt, a kevésbé korszerű és a korszerűbb is egyaránt jelentkezett a pályázatunkra. Nagy szerencsénkre azért nagyobb arányban a korszerűtlenebb lakások jelentkeztek. Talán egy olyan szubjektív tényezőt is megemlíthetek, amit menet közben korrigáltunk, hogy az egyes fűtésrendszerek korszerűsítése eltérő anyagi ráfordítást igényel, és arra is gondoltunk, hogy ez is hátráltató tényező lehet, és az elmúlt évben a kuratórium egy olyan taktikát választott ki, hogy ahol az egy lakásra eső korszerűsítési költség netán kétszerese lenne a másik lakástípushoz képest, ott megemeljük a támogatás mértékét, úgynevezett egyenterhelést próbálunk, ami a lakót illeti a korszerűsítés érdekében biztosítani. Mik a tapasztalatok, hogy a társasházak esetében nyilván nem a lakástulajdonosok egyenként kezdeményezik ezt a folyamatot, hanem kicsoda veszi kezébe az ügyek intézését? Hogy működik ez? Ez bizony a társasházi törvény alapján működik. Itt is meg kell említeni azt, hogy maga a törvény is rendkívül merev volt, hiszen minden lakásra komoly anyagi terhet róvó kötelezettséget csak a lakók 100%-ának szavazatával lehetett meghozni. Nos, időközben változott a társasházi törvény is, és most már csak a kétharmados többség szükséges, és talán ez is könnyíteni fogja, hiszen a nagy többség majd belátásra fogja bírni a kisebbséget, hogy így is úgy is meg kell lépni ezt, és miért nem most, amikor ezt támogatják anyagilag is. Tólig összeget tud nekünk mondani, hogy jelenleg ez egy lakásra vonatkoztatva mekkora költséget jelent? Igen, az elmúlt gyakorlatunk, a most élő gyakorlatunk szerint a három nagy fűtési kategória, az egycsöves átkötős, illetve a kétcsöves fűtési rendszer tekintetében 30 és 40 ezer forint között változnak ezek az értékek. Van itt egy speciális, úgynevezett fordított útcsöves fűtési rendszer, amely a számításaink szerint mintegy 90-95 ezer forintba kerülne. Itt meg fogjuk emelni a támogatást, hogy itt is az a 40 ezer forint körüli átlag legyen, tehát ne önhibájukon kívül kerüljenek hátrányos helyzetbe az ott lakók. Az erre igényelhető támogatás az nyilván a munkákra fordítódik. Utána a lakóknak hogyan kell ezt az összeget törleszteniük? Mert ha jól értem, akkor ez egyfajta hitelként működik. Hát ez egyfajta olyan hitel, amit nem kell visszafizetni, tehát az önrészt is kell biztosítaniuk. Gyakorlatilag is nagy átlagban azt mondhatom, hogy egy olyan 50%-os támogatást jelent ez a 40 ezer forintos lakásonkénti összeg. Tehát a másik részét magának a társasháznak kell
biztosítani, de hát azért vannak ezek a bizonyos felújítási alapok a társasházakban, hogy ezt igénybe tudják erre venni. Amúgy a támogatott összeggel különösebb tennivaló nincs, hiszen ezt az alapítvány közvetlenül a kivitelezőnek fizeti ki. Mi történik akkor, hogyha nem egyszerűen idegenkedik valaki ettől az újfajta mérési módszertől vagy fűtési módszertől, hanem nincs rá módja, magyarán nincsen pénze kifizetni? Akkor ugye elég az a bizonyos kétharmad egy társasházban, de utána mit csinálnak a maradék egyharmaddal rossz esetben? Ez konkrét gyakorlati probléma, a közelmúltban indult külső panelszigeteléses programok kapcsán is fölmerültek ilyen egyedi esetek. Nagy többségében a társasház közössége vállalja a nem vállaló lakóhelyett is a befizetést. Ennek ugye vannak különböző jogi lehetőségei, hogy ráterheljék az ingatlanára, de bíznak abban, hogy valamilyen részlet engedmény formájában mégiscsak majd megtéríti előbb-utóbb, ha nem, akkor marad a jogi út és jelzálog kerül a lakásra. A maradék egyharmad, akinél még vissza van az átalakítás, azért már mozgolódik? Van önöknek erre valami rálátása? Vagy akkor ők kivárnak az utolsó pillanatig? Tulajdonképpen egyfajta közvéleménykutatást végez a PTÁV is ezen társasházak esetében. Alkalmanként fölhívja a figyelmet rá, hogy hát lejár azért hamarosan ez a határidő, amikor mérhetővé kell tenni az épületeket, még fennáll a támogatás lehetősége. Áprilisban ez évben is pályázni lehet, tehát ismét megjelenik majd a pályázat a kuratórium részéről hasonló mértékű támogatásra, és talán ilyen kétoldalú ösztönzésre sikerül a legkorszerűtlenebb, mint egy 2000 lakás lakóját is meggyőzni arról, hogyha felét valaki fizeti, mégiscsak könnyebb lesz azt megoldani. Hát, a jövő fejleményeiről majd mi is tájékoztatjuk a nézőket. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Kérem szépen. Megállapodást írt alá az önkormányzat és a Vivendi Telekom Hungária cég. Háromnapos kisállatkiállítás kezdődött a Felsőmalom utcai piacon. Vereséget szenvedett a Mizó Pécsi VSK az Euroligában a Bulls csapatától. Részletes híreink következnek. A 21. század telekommunikációs technikája jelenik meg Pécsett, hiszen egy alternatív távközlési hálózat kiépítése érdekében közös gazdasági társaságot hozott létre Pécs megyei jogú város önkormányzata és a Vivendi Telekom Hungary. A létrejött cég a Pécsi Hírközlési és Infrastruktúrális Kft. A szerződés értelmében a beruházás első ütemében 2002 év végéig közel 30 km hosszúságban távközlési alépítményrendszert alakít ki. Az új optikai hálózat lehetővé teszi kiváló minőségben hang, adat, fax, álló és mozgóképek továbbítását. Az új szolgáltató megjelenése a városi piacon az infrastruktúrális alapú versenyt erősíti és megteremtheti a lehetőséget a külföldi befektetők megjelenéséhez. A szolgáltatást január 23-ától el tudják indítani, hiszen összekapcsolási szerződése van a Vivendinek a MATÁV-val. A cég szakemberei szerint az előfizetők az új szolgáltatással 15-20%-os megtakarítással számolhatnak. Az önkormányzatnak a létrehozott társaságban 25%-os tulajdonrésze van, azonban ennek nagyságától függetlenül vétójoga lesz a cégműködést alapvetően befolyásoló döntésekben. A tervezett 800 millió forintos beruházás első, márciustól decemberig tartó 300 millió forintos költséggel járó ütemében a hálózat az ipari parktól kelet-nyugati irányban épül ki, a további 50 kilométeres szakasz megépítéséről az első szakasz elkészültekor döntenek. ISO minőségbiztosítási tanúsítványt szerzett a pécsi Temporg nyomda. A 40 főt foglalkoztató társaság, amely a tavalyi évet 150 millió forintos árbevétel mellett mintegy 2 millió forintos nyereséggel zárja, csak nem két éves auditálási folyamat lezárultát követően tavaly ősszel nyerte el a minőségbiztosítási tanúsítványt. Kállai Sándor ügyvezető igazgató kérdésünkre elmondta,
A rendszer bevezetését az Európai Uniós normáknak, illetve a beszállítói követelményeknek való megfelelés indokolta, de az új rendszer átláthatóbbá teszi a vállalat irányítását is, így könnyebben kiküszöbölhetők a rendszeresen visszatérő hibák és jelentős költségmegtakarítás érhető el. A vállalat a jövőben további minőségbiztosítási rendszerek bevezetését tervezi, elsőként a környezettudatosabb gazdálkodás megvalósítása érdekében. Az SZDSZ sajtótájékoztató keretében mutatta be a tavaszi országgyűlési választásokon induló jelöltjeit. Baranya megye 7 választókerületének képviselőjelöltjeit a párt közel egy évvel ezelőtt kiválasztotta, most a hivatalos bemutatóra került sor. Az SZDSZ 3 fő pontot jelölt meg, amelyet a választási kampányban hangsúlyozni szeretne. Az egyik az adók csökkentése, a másik az egészségügy rendbetétele, a harmadik a tiszta közélet, a korrupciómentes közélet megteremtése. Ennek jegyében zajlik a megyei kampányunk is, természetesen kiegészülve a helyi problémákkal. Továbbra is azt tartjuk a legfontosabb feladatnak, hogy Baranya megye gazdasági leszakadása megszűnjön. Ehhez az infrastruktúra fejlesztése, közlekedés fejlesztésére, útépítésre van szükségünk. Szeretnénk ezt a mondani valót a jelöltek személyén keresztül eljuttatni a választópolgárok. Minden jelöltünk olyan, amely megfelelő szakmai múlttal, megfelelő konkrét gyakorlati tudással és tapasztalatokkal rendelkezik, és ennek a megyei probléma csomagnak a megoldásában aktívan részt tud venni. Szeretnénk egy nyugodt hangvételű és konkrétumokra alapozott kampányt folytatni. Nem fogjuk az ellenfeleket személyükben sérteni. Természetesen a Baranya megye leszakadását és az elmúlt 4 év negatívumait kénytelenek vagyunk felmutatni a kampányunk során, de mellé tesszük azt is, hogy mi mit akarunk helyette. Pécs egyes számú választókörzetének SZDSZ-es jelöltje Pálné dr. Kovács Ilona. Tervei közt hangsúlyos szerepet kap a keleti városrész fejlesztése. A környező települések sajátos problémáinak kezelését és a térség informatikai fejlesztését szorgalmazná Horváth Zoltán, a kettes körzet jelöltje. Pörös Béla, a megyei alelnök, a kertvárosi életkörülmények javításán fáradozna, szoros kapcsolatban a családtámogatás és a szociálpolitikai intézkedések foganatosításával. Kovács Sándorné, a 4-es komlói központú kerületben indul a választásokon. A horvát határmenti települések képviseletét a párt Hendl Józsefre bízná, aki elmondta, hogy körzetében hatalmas problémákat okozott a délszláv háború. A horvátországi gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzésére csak most nyílik alkalom. Szigetvár és környéke radikális változásokra vár a kórház problémájával kapcsolatban, de elkeserítő a vár állapota is. Többek közt ezen kérdésekkel is kíván kiemelten foglalkozni dr. Rodek Gyula, a 7-es számú körzet képviselőjelöltje. A nem szakavatott szemlélődő számára jó néhány meglepetést is tartogathat a 11. országos kisállat kiállítás, melynek a pécsi piaszcsarnok ad otthont. Itt van például ez a német óriás nyúl, melynek láttán erős kétsége támad az embernek, ha az alamuszi nyuszi kifejezésre gondol. Jó, természetesen itt inkább a szárnyasoké a főszerep, s ezt nem szabad elfelejteni, főleg akkor, ha a látogatóval egy 8 kg-os brahmakakas néz farkas, akarom mondani, madárszemet. De természetesen itt sem a méret a lényeg, hiszen rengeteg szebbnél szebb példány csücsül a kalitkákban. Az országos szemlén a tenyésztők szakmai munkájuk legjavát állítják ki, és itt dől el az is, hogy a szövetség mintegy 500 tagjából kiéri el a legjobb eredményeket. A 11. országos kiállításra ezúttal majd 2000 kis állat érkezett, melyeket január 13-áig tekinthetik meg a piaszcsarnokban. Az elmúlt év során a Pécsi Városi Könyvtár fiókönyvtáraival közösen nagy sikerű programokat szervezett, melyeken összesen közel 8000-en vettek részt. Az idei évben sem állnak le a szervezéssel, hiszen január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából szervezett programokkal idén is elkezdődik munkájuk komolyabb része. Folytatódnak a rendszeres és közös olvasások fiókönyvtáraiban, valamint kapcsolódnak egy szegedi kezdeményezéshez, a könyvmoly képzőhöz, melynek célja minél több gyermek olvasása csábítása. A 9 Király gyermekkönyvtárban február 27-től Harry Potter klub indul útjára. Azok számára is van jó híre a városi könyvtárnak, aki nem programon vesz részt, csupán olvasni szeretne. A tagsági, illetve késedelmi díjak nem változtak az idei év elején.
Az írott és az elektronikus sajtó munkatársait és legfontosabb támogatóikat várják ma este a Palatinus szálló Bartók termébe. A báli szezon kiemelkedő eseménye a sajtóbál, melynek története régi időkre nyúlik vissza. Az elsőt 120 éve rendezték, igaz, akkor még csak Budapesten. 6 évvel ezelőtt döntettek úgy a szervezők, hogy vidéki kollégáiknak is lehetőséget teremtenek a találkozásra, a kötetlen eszmecserére, no és a szórakozásra. Már hagyomány, hogy a sajtóbálok sorát Pécs nyitja. Február 16-áig ezen kívül még 10 helyszínen rendeznek bált szerte az országban, Zalaegerszegtől Budapesten át Miskolcig. Az események kuriózuma, hogy jelmezek, díszletek felhasználásával a résztvevők régi stílusú fotókon örökítethetik meg magukat és asztaltársaságukat. A jó hangulatról az Alfa zenekar gondoskodik, az este sztár vendége pedig Fekete Johnny lesz. Az eseményről a Pécs TV összefoglalót készít, melyet január 12-én szombaton este láthatnak. A fehér mezben játszó Mizó Pécsi VSK a jelenlegi sorozat egyedül veretlen csapatát, a tavalyi Euroliga győztes Burst fogadta a 7. fordulóban a Laudermesi sportcsarnokban. Az 5000 főnyi közönség számára nem túl látványos, és ezúttal a hazaiak részére nem is eredményes védekezést választó két együttes közül a pécsiek kezdtek jobban. Az első negyedben 12-11-re, a félidőben 27-14-re vezetett a hazai gárda. A második félidő elején látni lehetett, hogy ezúttal nem hullik majd kosáreső a zsúfolásig telt arénába. A sportják szempontjából nem túlságosan előremutató védekező defenzív játék a darálásban torkolott, melyben a vendégek voltak jobbak. A negyedik negyedben esett példátlanul kevés kosár a pécsiek részéről, mindössze 3, elszomorító és egyben érthetetlen is. A Mizó januári megerőltető sorozatának következő állomása vasárnap idehaza a Soproni Postás, majd 16-án idegenben az Aix-en-Provence. Még egyszer tehát a végeredmény Euroliga mérkőzésen. Mizó Pécsi VSK Burzs 44-50. A kelet-közép-európai, köztük a magyar non-profit szektort támogató amerikai alapítványok többsége a következő években megszünteti magyarországi programját. A térség ennek ellenére nem maradt támogatás nélkül. A folytatásról, a lehetőségekről ma tartottak megbeszélést a több alapítvány összefogásával létrejött független támogatók fórumának szervezésében. A kelet, illetve közép-európai, köztük a magyar civil szektor több mint 10 éven keresztül támogató nagy amerikai alapítványok döntést hoztak arról, hogy kivonulnak a térségből és megszüntetik itteni programjaikat. Mint egy búcsúzóul, ezek az alapítványok egy több millió dolláros pénzalapot hoztak létre az eddig támogatott országok részére. Az alapból hosszú távú strukturális befektetésekkel a civil szektor fenntarthatóságának és függetlenségének stabilizációját szeretnék megoldani. A magyarországi program indulásának feltétele egy országstratégia létrejötte, amelynek kidolgozását a Független Támogatói Fórum koordinálja. Pénteken a Civil Közösségek Házában a Független Támogatói Fórum, valamint a Brit Charities Aid Foundation a régió civil szektorának szereplőit hívta meg egy beszélgetésre, melynek célja, hogy a résztvevő szervezetek tapasztalataikkal, véleményükkel segítsenek egy koncepció kialakításában. Az országban több hasonló fórumot tartanak majd, és a találkozók anyagait felhasználva alakítják majd ki az ország stratégiát. A stratégia elfogadása után az amerikai adományozók pályázat útján választják ki az alap magyarországi kezelőjét. A Független Támogatók Fórumának képviseletében stúdiónk vendége Ercsei Katalin. Jó estét kívánok! Jó estét. Annyira koncentrálok, hogy a vezeték nevét helyesen tudjam kimondani, de végre sikerült. Itt ugye hallottunk több információt, amik közül talán a legmegrázóbb az az, hogy kivonulnak az amerikai alapítványok a támogatás színteréről, és ez bizonyára sokakat érzékenyen érint. Ez az egyik, hogy miért? Ezek az alapítványok ugye független magán alapítványok, az már, hogy egyáltalán nemzetközi programokat vállalnak fel a saját amerikai otthoni tevékenységük mellé, az már egy nagy dolog. De amikor Kelet-Európa már közel van az EU csatlakozás felé, ők akkor már úgy látják, hogy menni kell tovább,
Közép-Ázsia, Afrika, tehát még sokkal problémásabb területek irányába vonulnak tovább. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ez nem egy örömteli döntés, de kicsit azt is jelzi, hogy mi már túl fejlettek vagyunk ahhoz, hogy az amerikaiak minket támogassanak. Ezzel persze sokan nem értenek egyet, hiszen óriási a különbség például Budapest és a régiók között. Többek között ezért is vagyunk itt, hogy egy kicsit ezt a különbséget feltárjuk. Ha még egy picit a múltba tekintünk vissza, akkor ugye itt közel 10 éves időszakról lehet beszélni, amíg ők támogatták a civil szervezeteket. Egy kis statisztika, hány civil szervezet részesült ez idő alatt támogatásban? Nyilván nem pontos adatra gondolok, csak úgy hozzávetőlegesen. Ezek nem jelentős összegek, abban az értelemben, hogy direkt módon ezek az alapítványok elsősorban az országos szinten működő, és ezt az adományt továbbosztó szervezeteket támogatták, és nem is csak azokat, akik továbbosztották, hanem azokat, akik fejlesztették a szektort. Tehát, hogyha a régióban ismerősen hangzik a civil társadalom fejlődésért alapítvány neve, vagy a DEMNET neve, vagy a United Way neve, például ők nem olyan típusú továbbosztó adományozók, mint a Soros Alapítvány, mégis sok mindennel támogatták ezt a szektort. Természetesen vannak pályázati kiírások ezeknél az alapítványoknak, mai napig is folynak. Összességében nyilván több száz, több ezer civil szervezet kapott, nem feltétlen adományt, néha másfajta segítséget. Nem közvetlenül, tehát ezért sokszor az a kis cigány szervezet, ami Baranya valamelyik eldugott falvában kapott támogatást, nem is biztosan tudja, hogy az autonómia alapítványtól kapott pályázata mögött egy nagy amerikai támogató áll. Honnan származik eredetileg? Miért volt szükséges, hogy még létrehozzanak a több kicsiből egy újat, ez a bizonyos független támogatók fóruma? A Független Támogatók Fórum az tulajdonképpen nem hoz újra új szervezet létre. Ez egy olyan fajta kerekasztal, amiben a legfontosabb adományozók, fejlesztők, a fontosság értelemben nem az, hogy mi vagyunk azok, akik valamiféle tudással több tudással rendelkezünk, mint mások, hanem talán ez a fajta függetlenségünk az, ami segít egyfajta objektív véleményt kialakítani a szektorról. Azért jöttünk össze, hogy a non-profit szektor, a civil társadalom különböző témáiban beszélgessünk. De ezek nem csak a pénz körül forognak, hanem a hosszú távú fejlődés mindenféle lehetőségéről. És amikor már egy ideje beszélgettünk ezekről a témákról, és mások is beszélgetnek ebben az országban, akkor keresett meg minket ez a bizonyos Trust Fund, az amerikai alapítványok által létrehozott új alap, amit én úgy szoktam nevezni, hogy ez az ő repülőjegyük hazafele. Ez az utolsó ilyen túlélő csomag, amit itt hagynak. Átadják a stafétabotot? Így van. És ezt a pénzt kértek, hogy segítsünk nekik jól elosztani, abban az értelemben nem mi osztjuk, vagy nem mi mondjuk meg, hogy hogy osszák el, hanem mi segítünk abban, hogy feltárjuk azokat a lehetőségeket, amiben érdemes ezt úgy belefektetni, hogy már nem projekttámogatás, ami hát nem egy fenntartható dolog, hanem egy hosszú távú befektetés, ami az non-profit szektor, a civil társadalom egészét segíti, aztán kicsit a saját hajánál fogva esetleg kihúzni magát a pénzügyi bizonytalanságban, ami azért ma jellemző. Akár az eddigi munka alapján, akár a mai találkozó alapján lehet speciális lehetőségekről beszélni, mondjuk itt a dél-durántúli régióban, vagy akár Baranyában? Ez volt az első találkozó, tehát még 6 ilyen lesz országszerte, ebből még nagyon nem lehet levonni következtetéseket, de én azt láttam, különböző csoportokra bomolva dolgoztunk, én azt láttam a saját csoportomban, ami egy érdekes vegyes csoport volt, mindenféle szervezet volt benne, hogy a civil szervezeteknek egy elég jelentős önbizalma van már ahhoz, hogyha valami alapszinten megteremtődik az ő működésüknek a mindennapi túlélése, akkor már képzéssel, fejlesztő segítséggel megszerzik maguknak azokat a támogatásokat, amiket aztán a programokra tudnak költeni. Tehát egy kicsit az önbizalomnak is, tehát megjelent az önbizalom, ugyanakkor az, hogy a létezés alapjaihoz kell valami megbízható, hosszú távú tervezhető forrás. Ennek a forrásnak pedig a megoldása is láttam egy-két példát, elég önkritikusan nyilatkoztak a szervezetek, és azt mondták, hogyha olyan dolgot találunk ki, ami tényleg alaposan felméri, hogy milyen szükséglet van a városban, és mindenkinek érdeke, cégnek, önkormányzatnak, egyéni lakosságnak, civil szervezeteknek, akkor sok kicsi szervezet, vagy nagyobb szervezet együttműködéséből kijön egy nagyon jó program. Itt Pécsen egy ilyen környezeti programot említettek, amiben tényleg sok szereplő együttműködött,
és egy közös finanszírozás is kijön. Tehát azért valahogy össze lehet tenni azokat a pénzeket, amik egy ilyen alapvető működést biztosítanak. Természetes az, hogy ehhez nagyon erős együttműködési készség kell minden részről. Említette, hogy az ország más részein még csak most lesznek ezek a bizonyos találkozók, de az azért nyilván összevethető, hogy mondjuk Baranya vagy Dél-Dunántúl a civil szervezetek létszámát tekintve hogyan áll az ország többi részéhez képest? Sok civil szervezet van Baranyában, ez egyébként egy érdekes jelenség, hogy a perifériákon sokszor arányukhoz, vagy a országban betöltött szerepükhöz képest nagyobb kisfalvakban, például rengeteg kis civil szervezet van, ez ugyanígy van Somogyban is. Egyébként ez egy regionális fórum volt Tolna, Baranya és Somogy megye együtt, tehát volt képünk arról, hogy itt ebben a régióban a különböző szinteken, pici, falusi szinten dolgozó civil szervezetek, vagy a nagy megyei hálózatok milyen hasonló vagy másféle gondokkal küzdenek. Én azt gondolom, hogy Baranya egy igenis aktív, nagyon aktív civil társadalmat produkált itt az elmúlt tizenvalahány évben. Ebben vannak nagyon jó kitalált, tényleg ez a közös finanszírozáson alapuló nagy projektek, nagy alapítványok, a támasz alapítvány tényleg azt hiszem országosan is egy példát adó dolog, és hát sok minden más. Itt is viszont arról panaszkodtak a szervezetek, hogy nincs az a fajta érdekérvényesítő képessége ennek a sok és erős, külön erős szervezetnek, ami akár az országos szinten, akár megyei szinten, vagy városi szinten képviselne közös érdekeket. Tehát itt tulajdonképpen ezzel a mai találkozóval is arra van egyfajta motiváció, hogy ne külön-külön erőlködjön az a sok kicsi, hanem találjanak olyan pontokat, ahol egymást erősíthetik? Igen, tehát nagyon fontos tanulsága volt a mai napnak, hogy mindenki az együttműködésről beszélt, ez valószínűleg 5 évvel ezelőtt nem így lett volna. A másik, ami érdekes volt, hogy például mi Pécset mindig egyfajta mintának tekintettük, hogy az önkormányzat itt milyen nyitott és együttműködő a civilekkel. Hát furcsa volt megtudni azt, hogy azért bizonyos civil alapok igencsak finoman szóval jelképes pénzeket adnak a civileknek, és ezzel igazán nem segítik, hanem szinte rontják a helyzetet. A látszat együttműködés szó is elhangzott a civil kerekasztal ügyében, ugyanakkor elhangzottak önkritikus hangok, hogy ezt a civilek nem csinálták meg rendesen. De például nekünk nagyon tanulságos volt, hogy lássuk azt, hogy mondjuk Debrecen egy hasonló ilyen mintaváros, meg fogjuk nézni, hogy ott valóban egy látszat, vagy egy valódi civil együttműködés van-e. Pécsen is azt hiszem, hogy tényleg most van az a pillanat, amikor a civilek egy valódi, széles és közös érdekeiken alapuló együttműködésre készen állnak. Itt elhangzott ugye, hogy az amerikai alapítványok kivonulnak, de mégsem egészen, hiszen egy nagyon komoly pénzügyi alapot azért hátrahagynak, amiből később egy sereg dolog finanszírozható. Mekkora összegről van itt szó, és mi módon történik majd az elosztás? Nem olyan óriási összegről van azért szó. Eleve azt azért hangsúlyozni kell, hogy a külföldi pénzek aránya, legyen az amerikai kormány támogatása, a demokrácia hálózat, a demokráciaért programban, vagy a magánadomozók sose voltak olyan nagy arányúak, tehát azért itt jelentős a magyar forrás és a szektor finanszírozásában. Ez az alap tulajdonképpen egy évi körülbelül 1 millió dolláros, tehát egy 300 millió forintos összeget hagy hátra, és ez csak egy pár éven keresztül egy elfogyó támogatás, nem megújuló. Tehát tulajdonképpen nem olyan óriási összeg. Igazán azt gondolom, hogy az a különlegesség ennek a pénznek, hogy nem egy nem fenntartható szolgáltatást finanszíroz, mint ahogy eddig sokszor történt, hanem olyan hosszú távú finanszírozási koncepciót alkot, hogy hogyan lehet például a civil szervezeteknek megteremteni a képességét arra, hogy maguk termeljenek forrásokat, építsék a képüket, az általános elfogadottságukat a lakosság körében, a média oktatásával például ilyen program van benne, legalábbis a mi javaslatunk vagy elképzelésünk szerint. Olyan értelmű lobby programok, amelyek nem az egyéni kijárás, hanem az összefogás és a közös fellépés technikáját erősítik. Vagy hát kifejezetten fontos dolog szerintem, hogy egy olyan fajta finanszírozási mechanizmust is javasolunk, ami a helyi adománygyűjtést, a helyi karitatív tevékenységet
erősíti. Én szeretném például személyes magánvéleményem, hogy jó lenne olyan fajta alap pénzügyi finanszírozást létrehozni, ami hozzáad a helyben gyűjtött pénzekhez. Tehát ez az alap ad egy forintot arra, amit itt Pécsen összegyűjtenek helyi gyűjtésből karitatív célokra. Egyfajta motiváció. Ilyesmi. Lesz ennek az első körnek, ahogy mondta, Pécsen kívül még 6 ilyen találkozójuk, lesz folytatása? Az első kör természetesen az, hogy körbe menjünk, és ezt magunknak is, és visszaküldve a szervezeteknek felmérjük ennek az egész dolognak a tanulságait, leírjuk, és megpróbálunk rajta olyan módon elgondolkozni, hogy kiszűrjük a legfontosabb tanulságokat, és ezt kommunikáljuk. A következő lépés nem is sokára az, hogy ez az alap meghirdeti azt a pályázatot, amit az úgynevezett kezelőszervezet megtalálására hirdet meg, tehát valamelyik olyan szervezet, ami már eddig is mutatott fel eredményeket az adományok továbbításában, vagy ilyen programok futtatásában, el fogja nyerni ezt a pályázatot. Én még azt is el tudom képzelni, hogy jövő ilyenkor, ha itt beszélgetünk, akkor már egy pályázati kiírásról tudunk beszélgetni, mert akkor már ebből az alapból pályázati kiírás útján pénzek is jönnek ki. Így legyen. Sok sikert a munkájukhoz. Köszönöm, hogy itt volt nálunk. Bár a státusztörvény még nem lépett életbe hazánkban, már most látható, hogy alkalmazása sok kérdést vet majd fel. Példa igen kevés áll előttünk, bár Szlovákia mintegy 10 éve fogad szlovák dolgozókat Magyarországról. A törvény alkalmazása során több, egyenlőre csak jósolható problémába ütközhetnek a munkavállalók. Nem csak azok a külföldi állampolgárok, akik Magyarországon kívánnak munkát vállalni, de a honpolgárok is, hiszen a törvény hatása a magyar lakosság számára is kézzelfogható lesz. Miközben Magyarország az EU csatlakozás kapcsán 7 éves moratóriumot kötött a nyugat felé történő munkaerő áramlásba, a keleti határait fölnyitotta. Egy következő ilyen fölvetés tulajdonképpen az egész gondolkodás az erdélyi magyarok érdekében történt, az ő értük szól az egész történet. Pont ők a nagy vesztesei azzal, hogy ez fölolvadt a nagy 22 milliós Romániára. A következő ilyen kérdés, amit végig kellene gondolni, hogy az EU bérekhez való csatlakozást valószínűleg nem fogja segíteni, mert minden munkaadó, ha olcsóbb munkaerőt fog kapni, akkor nem a drágább munkaerő irányába fog elmozdulni, aminek az lesz a következménye, hogy az EU csatlakozás, bércsatlakozásaink megnehezülnek. Megjegyeznék annyit, hogy Baranya megyében is azért 30%-os munkanélküliség van az ormányságban, ami azért nem kevés, és ennek ellenére Baranyába tavaly, ez tényszám, 377 munkavállalási engedély került kiadásra. Azért majd meglátjuk, hogy egy év múlva ennek a rendelet hatására változik-e ez a szám. Ez nagyon érdekes lesz. A másik, jelenleg 90 napra lehet alkalmazni külföldi munkavállalót úgy, hogy nem kell vizsgálni a magyar munkavállalók foglalkoztatottságának vagy foglalkoztathatóságának a tényét. Szabadon lehet fölvenni, ez 3 hónap, ez nem kevés, egy egész szezont lezárhat, tehát azért ennek megvannak a hatásai. A másik ilyen, hogy kollektív szerződés nélkül fognak ezek az emberek dolgozni, teljes kiszolgáltatottságban. Tehát ez egyértelműen nem fogja segíteni a munkavilágának a szervezettebb működését. Nincs rendelet, még egyszer mondom, és a rendelet megjelenése után tudunk talán többet mondani erről a kérdésről. A munkaadók számára ugyanúgy kérdéses a törvény hatása. Míg a legális gazdaságban a munkaügyi ellenőrzések számának növekedése várható, addig a fekete gazdaság számára olcsó munkaerőt jelent a státusztörvény. A munkaadói oldal részéről maga a státusztörvénnyel nincs gondunk, mert a 15-16. Paragrafusában le vannak szabályozva, hogy engedéllyel lehet munkát vállalni, ami gondot jelent, hogy a piaci helyzet vizsgálata nélkül kell kiadni, és a másik pedig a romániai elfogadáskor tulajdonképpen a státusztörvény felülete kicsit bírálva, mert kiterjesztette a román állampolgárságra is. Most ebből adódóan több, ők is jöhetnek 3 hónapra, tehát idén jellegű munkával várhatóan az ország keleti részén gondok jelentkeznek. Itt Baranyában nem érzem, hogy nagyobb tömegekkel fognak jönni ide.
a másik pedig kidolgozás alatt vannak azok a szabályok, amelyek az engedélyeztetési eljárásban meg tudják fogni vagy kiszűrni ezeknek a tömegeknek a jövetelét. A fekete gazdaságban nagyobb lehetőségeik lesznek, de úgy gondolom és úgy tudom, hogy készülőben vannak olyan törvények, hogy ezt megszigorítják. Bizonyos szempontból több lesz a munkaügyi ellenőrzés. Ez megint a legális szférára okoz olyat, mert akik megtalálhatók, oda fog szintén többször az ellenőrzés menni. A másik gazdaságban pedig jobban kellene figyelni, hogy ne olcsó munkaerővel a magyar munkaerőt háttérbe szorítsa. Hogy a kép teljes legyen, még hozzá tartozik. Természetesen megkerestük a megyei munkaügyi központot is, és felkínáltuk, fejtsék ki ők is szakértői véleményüket. Az intézmény vezetői ezzel egyelőre nem kívántak élni. A lehetőséget szerkesztőségünk továbbra is fenntartja. Végezetül egy közlemény. A Városháza épületének felújítása miatt a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend az alábbiak szerint. Egyirányú a Percel utca, a Széchenyi tér és a Városház közötti szakaszon, ahol ezzel egy időben megállási tilalom lép érvénybe. A Városház köz teljes szélességében lezárják a járműforgalom elől. Az utcában működő üzletek áruellátása céljából a Széchenyi téren lévő rakodóhelyet lehet igénybe venni, innen az áru beszállítása kézikocsin történhet. A fenti forgalmi rend előreláthatólag július 30-áig lesz érvényben. Pont ma ennyi volt. Telefonszámaink a képernyőn láthatók, hívjanak minket, ha észrevételük van műsorainkkal kapcsolatban. Ne feledjék, a hírekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket, a hírek hátterével pedig hétfőn este ugyanebben az időben jelentkezünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!